A Magyarországi Német Színház, a DBU fő feladata a német nyelv és a német nyelvű színházi irodalom ápolása és közvetítése, valamint a magyarországi németek kulturális értékeinek és hagyományainak megőrzése. Színházpedagógiai programjaik során nagy hangsúlyt fektetnek a fiatalok színházi nevelésére, valamint törekednek az együttműködésre az oktatási intézményekkel. Mivel a német kisebbség az ország területén elszórtan, a DBU csapata szinte minden előadásával rendszeresen járja a vidéket. A pécsi információs napra a baranyai német kisebbségi képviselőket és pedagógusokat hívták meg. Nem várhatjuk el, hogy bárki bárhonnan eljön hozzánk, ez mindig egy fontos költségtényező, nagyon sok csoport jön hozzánk, nem csak egyes személyek, és azért mondjuk buszbérelni az egy nagyon jelentős költségtényező, és ezért mi játszunk máshol is, tehát nem csak Szekszárdon, Pécset is szoktunk, és a környéken is vannak olyan darabjaink, amiket bárhol tudunk játszani, nem kell hozzá színpad, vagy különleges technikai igények. Van néhány olyan darabunk, viszont amihez kifejezetten színpad szükséges, ezt mindig előre egyeztetjük, és szeretnénk itt elmondani azoknak, akik döntési helyzetben vannak, vagy iskoláktól jöttek, vagy pedig önkormányzatoktól, hogy milyen módon lehet minket megrendelni. Szúze Anette Hasenfuss, a Töttösi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogató tagja, a Külügyi Kapcsolatok Intézetétől elnyert sikeres pályázat eredményeképpen először az ulmi Dunamenti Svábok Központi Múzeumában, majd a Magyarországi Német Színháznál hospitált. Ich habe in der deutschen Bühne in Ungarn hospitieren dürfen. Das IFA, das Institut für Auslandsbeziehungen, hat das finanziert und hat auch die Kontakte hergestellt. Also eine deutsche Selbstverwaltung in Ungarn zum Beispiel kann mit irgendeinem Projekt oder mit einer Idee sich beim IFA bewerben und das IFA seinerseits sucht dann einen passenden Kooperationspartner, bei dem man hospitieren kann. Ich wollte mehr über Facebook und Öffentlichkeitsarbeit lernen und dann wurde der IFA-Kontakt zur deutschen Bühne nach Ungarn in Szekszárd vermittelt. Normalerweise vermittelt das IFA uns ins Ausland, aber Corona-technisch geht das natürlich überhaupt nicht. Also durfte ich im Inland bleiben und nach Szekszárd fahren. Ja, Öffentlichkeitsarbeit im weitesten Sinne ist immer wieder schwierig für so eine kleine Selbstverwaltung wie unsere in so einem kleinen Dorf. Aber selbstverständlich wissen natürlich wir auch, wie wichtig es ist, uns in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Denn so viele Menschen, auch bei uns in Töttösch, wissen überhaupt gar nicht, was die deutsche Selbstverwaltung für Programme macht. Und die Frage ist, wie bekommen wir die Programme zu den Menschen und die Information, dass wir es auch veranstalten. Da gibt es natürlich den großen Facebook-Anbieter, über den wir inzwischen auch vieles kommunizieren können. Aber es gibt natürlich so viel mehr. Es gibt natürlich das Fernsehen, es gibt das Radio. Und mit diesen Medien überhaupt erstmal in Kontakt zu kommen und damit umzugehen, zu lernen, das war mein Wunsch. Das wollte ich sehr gerne wissen. Und dann kam natürlich noch Instagram dazu und Newsletters und die Bühne macht so viele Sachen, das war total spannend für mich. Und vor allen Dingen konnte ich einem Programm begegnen, was relativ einfach gestaltet ist und mit dem auch ich die Post der Selbstverwaltung auf Facebook einfach optisch schöner machen kann, witziger machen kann, ansprechender machen kann als einfach nur so eine Textmessage. Und das war schon sehr, sehr spannend. A Magyarországi Német Színház repertoárja minden évadban tartalmaz klasszikus és kortárs darabokat a felnőtt és tizenéves közönség számára, egy osztálytermi darabot a középiskolás korosztálynak és egy színpadra alkalmazott mesét a kisgyermekek részére. Azokat a darabjainkat, amiket felnőtteknek vagy középiskolásoknak játszunk, azokat németül szoktuk és feliratozzuk magyarul. És a kisebbeknek szóló produkcióink pedig nagyon sokszor kétnyelvűek. Általában a német van túlsúlyban, tehát 60-40 vagy 70-30%-ban, de kell annyi magyar, ugye a piciknél még nem várhatjuk el, hogy ők németül olyan jól értenek vagy beszélnek, tehát annyi magyar van benne az előadásainkban, amik őket segítik a megértésben, és úgy érzik aztán a végén, hogy ők láttak egy darabot németül, és mindent értettek. 7 vagy 8 darabunk van repertoáron, plusz a zsebmese sorozatunk, amik ilyen pici, ilyen, akár egy bőröndben elférő kis produkciók, amikkel utazunk, és majd a következő darabunkat januárban fogjuk próbálni.